Alig egy hónap választ el bennünket egy olyan választástól, amikor egyszerre kell döntenünk az uniós és az önkormányzati politikáról. A két döntés egymásra gyakorolt hatását a felbojdult belpolitika kavarja meg igazán. Hogyan igazodhat ki ebben a magyar választó? Erre keressük a választ a Nézőpont heti adásaiban. Köszönöm kedves nézőinket, a jársági hírháttér magazint, a Nézőpontot láthatják. Az előző Nézőpontban már elkezdtünk egy stúdió beszélgetést Juhász Dániel politológussal. Hogy bemutassuk őt, most egy rövid vendégspot következik, azután pedig egy bejátszó, és főként a jársági politikai helyzetre fogunk a mai beszélgetés részben fókuszálni. Lássuk! Vendégünk 45 éves politológus, jogi szakokleveles közbeszerzési szakértő, 2002 és 2019 között helyi önkormányzati képviselő, 2006 és 2014 között pedig Jászberény alpolgármestere volt, aki az Egy Jászberény Facebook oldalon szokta a város közéleti kérdéseiről közzétenni gondolatait. A Nézőpont vendége Juhász Dániel politológus. Most lesz önkormányzati választás is Európai Unióban. Hallottam róla, igen. Követi a politikát? Azért szavazni el szokott menni? Amikor van kedvem, amikor nincs. Hát én megmondom őszintén, hogy egyértelműre gondolok, hogy mindenki egyre szavaz. Mindenki változást akar? Igen, nem? Igen. Mindenki változást akar. Hát ami eddig volt. Az mit jelent? Hát a Viktoriék. Más nem. És a kampány hangvétele ön szerint milyen lesz? Na, ezt jó lenne kitalálni, de nem lehet, majd utána. Politizálok egyáltalán, köszönöm. Egyáltalán. Szavazás, szavazni fogsz? Majd biztos. Milyen kampányra számít itt a járságban? Szerintem itt azért nem összön durva. Nem, én úgy gondolom. És kampány hangvétele mire számítok? Megosztó. Nem tudom, furcsa most a helyzet, ami jelen pillanatban van. Nem tudjuk, mi várható. Szerintem változás lesz. Durva vagy egyszerű kampány lesz? Tehát, hogy szelíd, értékeken alapuló, vagy pedig egymásba belemenő? Szelíd. A választási részvétel ön szerint milyen lesz? Hát nem tudom, lehet, hogy többen mennek el, mint előtte. Fogalmam sincs, nem követem nyomon a magyar médiát és a magyar politikát egyáltalán. Szavazni, illetve? Persze, odajárok, csak máshonnan tájékozódom. Na, honnan? Hogy alakul a gazdaság, milyen a politikai helyzet más országokban? És ezt elemzed? Nagy vonalakban. Tényleg? Igen. Helyi politika, vagy önkormányzati, vagy szóval? Országos. Csak országos? Igen. És helyben akkor hogyan döntitek el, hogy ki az, aki releváns? A közvéleményből kiderül nagyon gyorsan. Érdemesebb hallgatni az embereket, mint a médiát. Mutatjuk a fontos határidőket. Az EP listákat május 3-áig, a képviselőjelölteket, polgármesteri jelölteket május 6-áig, illetve a kompenzációs fővárosi és vármegyei listákat május 7-éig kell bejelenteni a választási bizottságnak. Na, megérkeztünk oda, amiről valójában szerettünk volna igazán beszélgetni, hogy a járságban mi lesz a narratíva. Először, mielőtt ugye, azért Jászberényt emeljük ki, ez egy egészen más történet. Szerinted kell-e itt narratíva, van-e egyezményes jársági gondolatmenet? Azért csak láttunk egy viszonylag összeszedett és hát megkomponált kormánypárti Fidesz jelölt bemutatót. Ilyen alapvetően ellenzéki szinten ugye nyilván nem volt. Egyedül Jászberényben állt ki a Közösen Jászberény Egyesület, akik most vezetik a várost, hogy ők abban a formában ugyanúgy fognak indulni. Na, jársság, van-e narratíva, kell-e narratíva? Azt gondolom, hogy Jászberényt és talán Jászapát itt leszámítva, a többi település méret az egyszerűen vonza azt, hogy ott kifejezetten a helyi dolgokról szól a helyi politika. Tehát hatalomban lévő polgármester, esetleg több ciklus óta a települést vezető polgármester újraindul, nem indul, van-e kihívója, nincs, elégedettek-e a munkájával az emberek, vagy nem. Ez nagyon personális, ez általában
pártpolitika mentes, itt független jelöltekről beszélünk, sőt, akik kifejezetten kikérik maguknak, hogy ők inkább függetlenek. Egy kis településen pártlogóval mutatkozni az inkább hátrány, mint előtt. Azt akartam, hogy most egyébként kormánypártinak lenni, az te hogy látod? Szitok szó? Mert korábban azért sokszor hallottuk azt, hogy hát, ha a kormány mellettem van, akkor biztos jönnek majd a településre a pénzek. Most viszont, mintha megfordulni látszana, hogyha ott van a pártlogó, akkor viszonyognak az emberek, hogy rászavazzanak, hogy miért áll mondjuk az Orbán rendszer mellé, és nem biztos, hogy számít már az, hogy akkor viszont, ha őt választjuk, akkor nagyobb esélye jön majd az állami támogatás. Ez most hogy van? Még egyet hozzáteszek, miközben arról is hallhatunk, hogy ugye a Fidesz prominensei járják az országot, és több helyen azt mondják, hogy igenis, tessék büszkén viselni, hogy kormánypárti vagy. Nekem ezt azt jelzi, hogy ezt azért kell elmondani, mert a másik oldalon nem biztos, hogy ez tapasztalható. Ez azért nagyon érdekes játék, mert egy kis közösségben mindenki tud mindenről mindent, és mindenki ismer mindenkit. Tehát, hogyha most valaki felvesz egy logót, vagy nem vesz fel logót, gyakorlatilag a helyek el tudják dönteni, hogy az a polgármester amúgy hogyan gondolkodik. Ismerik, 5 éve, 10 éve, 15 éve van, akit évtizedek óta ismernek. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem teljesen mellékes. Én személy szerint politológusként amúgy jobban örülnék annak, ha a kisebb településekről tényleg a pártpolitika kivonulna, tehát a nagyon nyílt pártpolitika, mert értelmetlen egy kis közösséget megosztani pártpolitikai alapon, nem is lehet, és hát természetesen egy kis település életében az is evidencia, hogy a mindenkori polgármesternek, a mindenkori országgyűlési képviselővel, a mindenkori kormánnyal együtt kell működnie, hogy ezt szeretetből, vagy nem szeretetből teszik, kényszerből, vagy csak ilyen opportunista módon, az ilyen szemben teljesen mindegy, együtt kell működni. Valójában akkor lesz hír vagy botrány, ha valaki nyíltan szembefordul, vagy úgy gondolja, hogy gyakorlatilag a település életében pártpolitikai háborút kell vívnia bárkivel is, aki más szinten áll, vagy legyen az kormány, vagy megyei önkormányzat, vagy bármi. Tehát ez egy kis településen én azt gondolom, hogy indiferens, ott mindenki tudja, választás után is van nap, és akkor ugyanúgy folytatni kell a munkát, be kell adni a pályázatokat, lobbizni kell, a települést építeni, fejleszteni kell. Ez nem pártpolitikai kérdés. Azt mondtad az előbb, hogy a választóknál vidéken azt számít, hogy mivel elégedettek. Na most az elégedettség viszont egy olyan érdekes egyéni fokmérő megint, hogy kinek mitől lesz elégedett, ugye. Régen azt gondoltuk, vagy legalábbis úgy tűnt, a kiadványok többsége is erről szólt, hogy az elvégzett munka, az kérem szépen, az megvan, tessék, ennyi járdát készítettünk, ennyi utat újítottunk föl, ezt és ezt csináltuk meg, és ez érdemben jelent valamit, ez érték. Most viszont már nem feltétlenül gondolom így, van-e még az ilyen értékalapú kampánynak értelme, fontos-e még az, hogy az ember, az aktuális polgármester, képviselő mit tett le az asztalra, avagy sem? Mit tett le az asztalra, vagy mit nem tett le valaki az asztalra? De persze van mérhető része, tehát járdába, útba, ott méterbe, köbméterre le lehet ezt fordítani. Számít? A politika gondban van, mert ez az egy, ami mérhető. És akkor ebben nagyon szeret kapaszkodni, és akkor ugye van polgármester, aki nem érti, hogy nagyon sok járdát építettem, nagyon sok utat leaszfaltoztam, és mégse szavaznak rám az emberek, hogy mi történt. Azért, mert ennél sokkal összetettebb a helyi politika egy településnek az élete, hogy a település milyen irányba megy. Tehát lehet nagyon sok járdát építeni, de nem biztos, hogy az azt jelenti, hogy az a település jó irányba megy. Van-e annak a településnek középtávú célja? Élhető az a település, abba az irányba megy, vagy elkezdett kiürülni? Mondjuk, ha egy jársági településről beszélünk, hogy az ipar milyen irányba megy, magasabb hozzáadott értékű termelés irányába fordulunk, mint mondjuk Jászfényszaru, vagy esetleg az történik meg, amit Jászberényben egy-két cégnél látunk, hogy egyre olcsóbb, már nem is magyar, hanem idegen munkaerőt kell behozni, és egy alacsony hozzáadott értékű termelés, és az mit okoz egy településen, hogy ez egy, hogy mondjuk Jászberény egy osztrák kisvárosra kezd majd hasonlítani, vagy gyakorlatilag egy ilyen egy Birmingham-szerű bevándorlók lakta és alacsony hozzáadott értékű termelésre berendezkedett város. Tehát, hogy, és akkor ugyanilyen az elkerülő út, amikor az egy nagyon veszélyes, mikor a politika
kijelöl egy fejlesztési célt, amit egy ilyen óriási célnak ad elő, hogy évtizedekig, és ha majd azt elérjük, akkor megváltozik a település, akkor valami más dimenzióba lépünk át. És kiderült az elkerülő út kapcsán, hogy befejeződött, kevesebb kamion van a városba, de ez nem változtatta meg Jászberényt. Nem történt az, hogy Jászberény valami más dimenzióba lépett, hanem azt mondják az emberek, hogy 2024-ben ez már teljesen természetes, hogy egy ekkora város közepén ne dübörögjenek kamionok. De ettől Jászberény nem érkezett el egy másik dimenzióba. Nem lett versenyképesebb, nem lett élhetőbb önmagában az elkerülő úton. Ez szükséges, de nem elégséges. Tehát csak járdaméterrel, aszfalttal, téglával nem lehet egy élhető olyan várost építeni, hogy azt mondják az emberek, hogy ott jövőkép van, szeretnék ott élni, meg szeretném, hogy a gyerekem ott telepedjen le, vagy oda jöjjön vissza. És ha így nézzük, nagyon nagy különbség van település és település között, egymástól 5-10 kilométerre. Mi működik egy kampányban, és mi nem? Szóval, hogy te mit látsz jónak most? Mi az, ami szerinted működik még a választópolgároknál, ha meg akarjuk őket győzni? Egy 27 ezres városban nem lehet úgy politizálni, hogy az országos nagypolitikát valaki egy az egyben megpróbálja lefordítani, behozni, ugyanazokat a módszereket, stílust, hangvételt alkalmazni. Én azt gondolom, hogy a helyi Fidesznek a brutális összeomlását az időközi választáson pont az okozta, hogy nem helyi színnel és arccal politizáltak, hanem egy az egyben az országos nagypolitika tankönyvét elővéve mindenre nemet mondtak, ha a polgármester és csapata átmondott, akkor ők azért is bét mondtak, és az emberek ezt megunták. Tehát helyi ízének kell lenni mindig az adott politikának. Legyen ez a legkisebb település, legyen egy kisváros, vagy legyen egy olyan középváros, mint Jászberény. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt kell csinálni, de ebben az is benne van, hogy politizálni kell, közéletet kell élni, a politikai munkát el kell végezni. Mert a másik tapasztalat szerintem, ami Jászberény közéletéből leszűrhető, hogy ha nincsen közélet, ha a politikai munkát évközben senki nem végzi el, nem megy, nincsenek gondolatai, nincsenek alternatív ötletei, nem tudja elmondani, és nem a ellenfél szidásáról beszélünk, hanem hogy ő hogyan csinálná jobban. Ha ez nincs meg, hanem mikor kiírják a választásot, akkor hirtelen a szél összefúj 10-11 embert, és akkor ők nekifutnak a politikának, akkor ugye nem tudnak semmi más csinálni, mint újra előveszik az országos forgatókönyvet, és ugyanazt a politikát kezdik, és ugye utána ugyanaz a kudarc lesz, és utána ugyanaz a csodálkozás lesz, hogy nem értettük meg az embereket, nem jutottunk közel az emberekhez. Hát ha nem végzik el a politikai munkát a politikusok, akkor azt nem lehet elvégezni az utolsó egy-két hétben. Kampány hangvételéről kérdeztük az embereket. Szerinted lesz még ennél, nem tudom, súlyosabb, vagy a mostanitól tapasztalható hangvétel lesz-e mélyebb, kellemetlenebb, odamondósabb? Ugye Jászapátin azért most egy erősebb hangvételű kampány zajlik. Jászberényben viszont hát a közösségi csoportokban zajlik, ami zajlik. De te mit látsz? Most milyen? Te labdarúgó hasonlattal ezt úgy mondanám, amit Jászberényben látok, hogy a polgármester és a csapata átöltözött, kiment a pályára, bemelegítenek, passzolgatnak, a polgármester még a szurkolókkal is szelfizget, és gyakorlatilag várják az ellenfelet. És a kormánypártok egy éve ígérik azt, hogy ők jönnek a pályára egy új csapattal, és hát eltelt úgy egy év, vagy bő egy év, hogy nem futottak ki a pályára. Nem látszik, hogy a kormánypárt hogyan szeretne ezzel a másik csapattal megküzdeni a meccsen. És hát most gyakorlatilag már egy hónappal vagyunk a választás előtt, most megérkezett a kormánypárt csapata, és hát nem úgy néz ki ez a csapat, mint amelyik az elmúlt egy évben titokban nagyon jó felkészült volna, legyen az az emberállomány, legyen az a taktika, illetve legyen egyáltalán az a stratégia, hogy mit akarnak elérni. Én úgy érzem, hogy Jászberényben unalmas a választás pont azért, mert az egyik oldal nincs rákényszerítve, hogy érdemben erőt fejtsen ki, és csúcsra pörgesse magát, és megmutassa, és a legtöbbet hozzon ki magából. A másik csapatom pedig azt érzem, hogy csak megúszni szeretnék ezt a meccset. Ők nagyon várják, hogy ezt a meccset, ha még el se kezdődött, de lehetőleg minél hamarabb fúják is le.
Ugye már korábban említettél pár dolgot, hogy a politikai munkát el kell végezni. Mi az, amit hiányoz ezen kívül egyik vagy másik oldalból? Egész Jászberényre igaz, hogy nincsen közélet. Tehát gyakorlatilag a polgármester egy maximális többséggel vezeti a várost, havonta egy testület ülésen, korábbiakhoz képest rettentő békés, azt lehet mondani, hogy már-már unalmas, érdemi politikai vita összecsapásot nem zajlik, a testületülésen kívül egyáltalán nincsen közélet, tehát nincsenek sajtótájékoztatók, nincsenek politikai akciók, nincsenek vélemények. Tehát azt lehet mondani, hogy szinte nem zajlik a közélet, és mindenki vár arra, hogy hát ha majd egyszer beindul, de hát ugye mindenki a másiktól várja, hogy elinduljon ez a közélet. A kormánypárti oldalról pedig azt látom, hogy még mindig nem értették meg, hogy mi történt velük, és hát nem tudtak felállni gyakorlatilag abból a kudarc sorozatból, amit Jászberénybe érte őket. Ezért azt látszik most a helyi közéletben, hogy nagyon unalmas a választás, és ha nem lenne országos politika, akkor a jászberények nagyon halálra unnák magukat ebbe az utóbbi, az elkövetkező egy hónapban. Ez közvetlen következménye volt annak, hogy azt megelőző időszakban pedig egy nagyon sűrű, nagyon hangos, nagyon belemenős, odamondós időszakot éltünk meg? Biztos, hogy ez ennek a következménye. Gyakorlatilag ugye a Fidesz helyi szervezetét fel is kellett oszlatni a végén. Tehát, hogy ez egy üzenet volt, vagy egy vonalnak a meghúzás, hogy az, ami előtte ment, azt nem lehet folytatni, meg azokkal az emberekkel, akik azt az eredményt elérték, nem lehet folytatni, de olyan, mintha az új csapat meg nem tudott volna felállni, vagy felépülni. Egy nagyon plasztikus például, hogy a kormánypártoknak, a Fidesz és a KDNP-nek a két új helyi elnöke például nem jelenik meg a jelöltek között. Ez is egy ilyen zavart jelent, hogy a két pártelnök nem méretteti meg magát, nem lép be a helyi politikába. Kimarad a helyi politika egyik legfontosabb országában. Ez korábban elképzelhetetlen lett volna? Vagy ezt, igen. Tehát ilyen az elmúlt években nem történt. Nekem ez egy kicsit olyan, mintha a helyi Fidesz és helyi KDNP elnöke azt sugalná, hogy ők teljes mellszélességgel nem állnak ott ez a csapat mögött. Ez most valami kísérlet, ez a csapat kifut a pályára Hajnal Nagy Gábor vezetésével, de mintha teljesen ők se bíznának itt ebben a sikerben. Politikai üzenetekkel fogjuk zárni a mai műsorunkat, meg a beszélgetésünket, csak előtte nézzük meg egy rövid bejátszást arról, hogy a Jászságban azért van olyan jelenség, hogy itt-ott-tamott nem jelennek meg politikai aspiránsok, mondjuk polgármesterek ellenében, és erre volt egy interjú nem olyan régen Győriné dr. Ceglédi Márta, a polgármester asszonya, aki egy érdekes dolgot mondott, hallgassuk meg. Mindig függetlenként indultam, és természetesen szívesen vettem a támogatását a helyben meglévő pártoknak, mint ahogy most is elfogadtam a Fidesz támogatását. Volt kereszténydemokrata, MSZP, érdekes módon Jászfényszorú nem, de SZDSZ és Kisgazdapárt volt. Egyetlen pártnak dolgozom egyébként nagyon szívesen, azt úgy hívják, hogy Jászfényszarú párt. Ennek érdekében tudunk együttműködni a képviselőtársaimmal, és teljesen egyhangúan gondoljuk azt, hogy likvid gazdálkodás lépésről lépésre, és egy biztonságos város szeretnénk minden értelemben Jászfényszarúból tovább építeni. Tehát ugye hallottuk, hogy Jászfényszarú párt van, és aki erre a pártra akar szavazni, az gyakorlatilag Győriné dr. Ceglédi Mártára fog szavazni. Azt is szokták Jászfényszarú mondani, hogy Mártika addig lesz polgármester, ameddig szeretne, hiszen releváns kihívója nem igazán van. De egyébként több jászsági település is van, ahol a kormánypárti polgármestereknek nincs kihívója. Hogy ez miért van, szerinted ugyanaz-e minden helyszínen, minden településen a megoldás ennek a történetnek, mint Jászfényszarún, vagy sem? Te mit látsz ebből? Egy több cikluson át sikeres polgármesternél teljesen természetes, hogyha helyek elégedettek vele, akkor nincsen kihívója. Tehát akkor csak elveszteni tudja, úgy arra gondolsz? Nem, hanem gyakorlatilag a helyek úgy gondolják, hogy jó irányba mennek a dolgok. Uh-huh. Szeretnék, hogyha ez a polgármester továbbra is a megkezdett úton vinni őket, vagy adott esetben a polgármesternek olyan több ciklusos víziója van, amelyhez egyszer adták a nevüket, a szavazatukat, és ezt szeretnék folytatni. Mm. Tehát, hogy
ez nem annyira különleges, nem biztos, hogy az inkább egy turbulenciát mutat egy településen, vagy elégedetlenséget, ha a másik véglet következik, hogy nagyon sok kihívója van a hivatalban lévő polgármesternek, na az is szokott azért általában valamit mutatni. Abban igaza van a polgármester asszonynak valószínű, hogy jászfényszarú, mindenki jászfényszarú párti, persze, amikor a helyi dolgokról beszélünk, és ott nincsen pártpolitika, mert értelmetlen lenne járdaépítést bal és jobboldali dimenzióban eldönteni, hogy most a jobb oldalára tegyük az utcának, vagy bal oldalára. Így tényleg abszurd lenne a helyi politikába behozni az országos pártpolitikát. Ugye ennek a szélsőségét láttuk Jászberényben, az ominózus 3,5 évben, hogy mi a másik véglet. De azért azt gondolom, hogy azzal nem értek egyet, hogy nincsen ott politika, mindenhol van politika, mert önmagában a közélettel foglalkozni, az politikával való foglalkozás. Teljesen természetes, ha a pártpolitika nem szivárog le a helyi önkormányzat napi életében, és akkor így minél kisebb egy település, annál jobban ismerik egymást az emberek, napi szintű kapcsolata van a választópolgárnak a képviselővel vagy a polgármester, akkor ott nem tud megjelenni az országos nagy politika, mert gyakorlatilag nevetségessé válna valaki nagy politizálni akarna egy kis településen. De azt gondolom, hogy maga a politika az működik, és azért az se teljesen szerencsés, ha egy polgármesternek akár évtizedekig nincsen kihívója, mert ő is elkényelmesedik, elhiszi, hogy ő tud mindent a legjobban, tévedhetetlenné kezd válni. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó polgármester figyel arra, hogy legyenek kritikusai, jelenjenek meg a testületben, esetleg alpolgármesterként vagy képviselőként, és legyen olyan ember, aki azért felteszi a kezét, hogy nem rossz, amit a polgármester úr asszony mond, de én azért úgy gondolom, hogy bizonyos dolgokat máshogy is lehetne csinálni. Tehát, hogy azért arra is figyelni kell, hogy ne legyen ilyen monolita politikai élete egy településnek, hogy évtizedekig nincsen ellenvélemény, mert az később gyakorlatilag ez olyan, mint ugye a focis hasonlatot mondtam, ha egy csapat nincs arra kényszerítve, hogy eredménykényszer legyen, hogy kihozza magából a maximumot, ha az ellenfél nem kényszeríti őt teljes erőbedobásra, akkor azért ott bizony előbb-utóbb rutinból kezdenek menni a dolgok, és elveszítheti a kapcsolódást a valósággal egy-egy politikus. Pár évvel ezelőtt volt egy képviselő info műsorunk, amiben végigkísértük Pócs János egy napját. Lehet, hogy te is láttad ezt a műsort, és ott volt a parlamentben egy beszélgetés szakaszunk, amikor egy nagyon érdekes dolgot mondott a János, méghozzá azt mondta, hogy azért akárhogy is vesszük, létezik politikai amortizáció. Tehát, hogy egyszerűen lejár az időt. Ha az országos politikában létezik, akkor mondjuk a helyi politikában létezhet-e? Egyértelműen létezik, tehát ha valaki nincsen arra rákényszerítve, hogy toppon legyen, folyamatosan magas teljesítményt nyújtson, akkor előbb-utóbb elhiszi, hogy ő mindenhez ért, mindenhez ő ért a legjobban, és egyszerűen lehet az, hogy nem tud megújulni, nem tud új gondolatokat behozni, vagy önmagában egyszerűen nem vesz észre a változásokat a világban. Ha csak a politikai kampánytechnikákat nézzük, látszik az, hogy a világ nagyon gyorsan változik. A közösségi, a médián belül is változik. Tehát ami mondjuk valaki még modern volt azzal, hogy a Facebookot tudta kezelni, tudta uralni. Most már önmagában a Facebook kevés. Most már a politikusok TikTokon jelennek meg. Sőt, ugye a Magyar Péter újítása, ő hozta be először az országos politikába, hogy a támogatói Discord csoporton keresztül beszélgetnek. Hát van olyan helyi politikus szerintem, aki a fogalmat se tudja mondjuk értelmezni. Tehát, hogy egyszerűen változik a politika, ez dinamikus, mint ahogy az életben meg kell újulni, és aki nincs rákényszerítve az innovációra, az sokkal nehezebben újul meg, és az sokkal könnyebben kopik el. Ez is lehetne egy végszó, viszont engem még nagyon érdekel az, hogy most jelenleg Jászberényben milyen politikai üzeneteket hallasz, látsz, mit tartasz jónak, mit tartasz kevésbé jónak, vagy mi az, amit még ebben a dologban hiányolsz. Szóval ebben mit látsz Berény tekintetében? A polgármester és a várost vezető koalíció gyakorlatilag a pozícióit szeretné megőrizni. Ők egy biztonsági kampányra készülnek, ők nem fognak kockáztatni, abban az esetben változtatnak esetleg az elgondolt kampánystratégián, ha az ellenfél, a kormánypártok arra kényszerítenék őket. Én azt gondolom, hogy ennek kicsi az esély, hogy a Fidesz-KDNP valami meglepő és új dologgal álljon elő. Én azt látom, hogy ők még mindig nem álltak fel abból a pofonból, ők még valahol az építkezés elején vannak.
A polgármesteri csapata pedig nincs rákényszerítve, hogy változtasson. Ők úgy vannak vele, hogy amit ők eddig csináltak, azt beváltjuk, azt kérik az emberektől, hogy hagyj folytathassák, továbbra is hasonlóan nagy felhatalmazást szeretnének kérni. A Fidesz-KDNP-nél pedig azt látom problémának, hogy a jelöltek egy része nem vett részt a közéletben, nem is ismert, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez az egy hónap elég lesz arra, hogy az emberek megismerjék ezeket a jelölteket, ezért valószínűleg a Fidesz törzsszavazóit próbálják elérni az üzeneteikkel, és nem próbálnak megnyitni, mert egyszerűen nincs idejük. És a másik, amit én nagyon hiányolok a Fidesz-KDNP részéről, hogy nincs az a program. Nem látszik, hogy mire kérik a felhatalmazást, ők mit csinálnának máshogy. Mi az üzenet? Mi az, ami nem csak úgy üzenet, hanem... Én kihallottam párat, bocsáss meg, csak annyi, hogy annyit hallottam ki, hogy ebből az egészben, amit eddig sajtótájékoztatóan, ők nem fognak, tehát szakítottak a korábbi időszakkal, tehát nem fognak balhézni, nem fognak, tehát a konfrontációt azt próbálják elfelejteni, építeni szeretnék a dolgot, közösséget szeretnének építeni, fontosnak tartják, hogy nyilván a város fejlődéséhez a kormány támogatása ide végre nagyobb mértékben megérkezzen, és hát nyilván emellett még van azért jó pár egyéni cél is. Ezek kihallatszanak? Eddig nem hallatszottak ki, és hihetetlen kevés idő van, és az pedig, hogy az országos politikában egy ilyen turbulens időszak van, ez nem segíti azt, hogy nekik média, meg egyáltalán felület maradjon, hogy ezt a célt, vagy ezeket a elképzeléseket be tudják mutatni az embereknek. Elveszi a figyelmet azt. Igen, tehát sokkal kevesebb felület marad, sokkal kevesebb idő, és nem látom azt, hogy azt a technikát megtalálták volna, amivel az emberekkel együtt tudnának rezonálni, hogy az emberek megértenék, hogy ők pontosan mit szeretnének. Talán egyedül, ami átjött, hogy ők szakítottak mondjuk azt, hogy a korábban Tamás Zoltán frakcióvezető nevével fémjelzett, én elég erősen álmokfutásos helyi politikával. Na, jót beszélgettünk, köszönöm szépen, hogy itt voltál a stúdióban. Szerintem folytatjuk, mert még van egy elég erős hónap, amiben sok minden történhet itt Jászberényben is, és aztán lehet, hogy még azt is meg tudnánk vitatni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Nézőinek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Az elmúlt két nézőpontban Juhász Dániel politológussal beszélgettünk az országos, az uniós, illetve hát a járságot érintő politikai kérdésekről. Ezt a műsorunkat, illetve az előzőt is visszanézhetik a Jászsági Térségi Televízió netes platformjain, kövessenek bennünket Facebook oldalunkon. Sokszor elmondjuk, hogy a YouTube csatornánkon klikkeljék be a kis harangot, és akkor értesítést kaphatnak videó feltöltéseinkről. Egyébként pedig minden egyebet megtalálnak a jttv.hu hírportálon. Mindenkinek minden jót, viszontlátásra!